Arisztokrata mozdulatokkal fogyasztják reggeliüket a makik. A kedvenc eleség kiválasztása után fejüket felemelve táplálkoznak azért, hogy bundájuk véletlenül se koszolja be a ragacsos gyümölcsök leve. A nemrég született kicsi már igyekszik szüleit utánozni. 7 hetes, és nemrég volt az első orvosi vizsgálata, ahol kiderült, hogy kis fiatalemberről van szó. Elég termetes ők elme, hiszen alapvetően a varikra jellemző, hogy 1-4 utódot hoznak a világra, így, hogy ő egyke több anyatej jutott a számára, és ez meg is látszódik rajta, szép nagy egyedről van szó. A koordinátornak már jeleztük a kicsi születését, úgyhogy valószínűleg 1,5-2 éves korába el fog menni másik európai állatkertbe. Igazi különlegesség egyébként a varifajok között. Madagaszkáron őshonos, a legnagyobb testű lemúrféle. A többiektől eltérően fészekben hozza világra a kicsinyét, és nem hordozza. Végveszélyben lévő faj, ezért fontos, hogy ne csak bemutassák az állatkertben őket, hanem tenyészték is. Távozzatok innen, ez az én családom. Anyuka meg a pici tud itt táplálkozni, apa pedig őrt áll. A fajmegőrzési program keretében egy Csehországból érkezett 15 éves nősténynek és egy Franciaországból érkezett 16 éves hímnek született most először itt utódja, és jól látható, hogy mindenki teszi a kötelességét. Anyuka általában vigyáz a kicsire, míg a apuka feladata a család védelme, úgyhogy állandóan árgus szemekkel figyeli a többieket, senki nem mehet a családja közelébe. A benszülöttek korábban szent állatnak tartották őket, ugyanis a reggeleket napfürdőzéssel kezdik. Vári Kandanaszának, napimádúnak nevezték őket. Később a civilizáció előretörésével azonban sajnos megszűnt a védettségük. Napjainkban az orvvadászat és az élőhelyirtás tizedeli az állományokat.